Nőgyógyászati rák, szűrés, vérnyomás, vércukorszint, koleszterin és trigliczerin szint ellenőrzés. Mindenre volt most lehetőségük azoknak a hölgyeknek, akik ellátogattak a család és nővédelmi központba szombat délelőtt. Ezen értékek mérését egyébként évente legalább egyszer javasolják az orvosok, hiszen így sok betegség megelőzhető és időben észrevehető. A szűrőnap a Humánszolgáltató Intézet szervezésében valósult meg. A nőknél ez különlegesen fontos, ezt azt hiszem, hogy már mindenki iskolás korától kezdve hallja, hogy mennyire fontos a rendszeres szűrővizsgálat, és látszik, hogy erre nagyon nagy az igény, és nagyon hamar beteltek az időpontjaink, és sokan jöttek, akik már a nőgyógyászati vizsgálatra nem fértek be, de eljöttek egy csontsűrűség vizsgálatra, vércukor ellenőrzésre, hiszen a járvány miatt sajnos sokáig ez kimaradt az életünkből, de muszáj lenne, hogy ezt pótoljuk. 11. alkalommal szervezte meg a Közlekedik a Család vetélkedőt az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Szombaton a belvárosban a megyei fordulóját tartották meg a versenynek, amelyre összesen 16 család nevezett a térségből. A gyerekeknek és szüleiknek elméleti és gyakorlati tudásukról kellett számot adniuk, a legjobban teljesítő csapatok ajándékokat kaptak, a döntőn pedig egy új autót lehet nyerni. Kerékpáros ügyességi pályát kell teljesíteni egy szülőnek és egy gyereknek. Egy autós ügyességi feladat van, egy kereszteszlapot tölt ki a család közösen, egy újraélesztési feladatot kell megoldaniuk, illetve egy elsősegélynyújtási tesztlapot kell kitölteni. Itt a szemüvegben van egy kicsit ilyen viccesebb feladat a családnak, illetve egy gépkocsi elindulás előtti kötelező átvizsgálás, míg a gyerekek pedig a kerékpár kötelező tartozékait kell, hogy elmondják. Farkas Eszter a Ciszterci Szent István Gimnázium tanulója lett a 12. fehérvári versünnep győztese. A fiatal lány mellett még heten jutottak tovább a döntőbe, amelyet szombaton rendeztek meg a Szent István Hitoktatási és Művelődési Központban. A versenyzők munkáját szakértő mentorok segítették, hogy mindannyian a legjobb formájukat hozzák a végső megmérettetésre. Nagyrészt a versmondásomat értékelték, és hogy bennük milyen hatást keltett. És nagyon örültem annak, hogy ennyire át tudtam adni azt, amit én tényleg közölni szerettem volna ezzel a verssel. Nagycsoportos óvodások és a város polgármesterek közösen hivatalosan is megnyitották a 10. alkalommal megrendezett hetet hét játékfesztivált. A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is megkapják a kicsik azt a foglalkoztató füzetet, amelyet néhány évvel ezelőtt a Gyöngyvirág óvoda gondozásában jelent meg, és Székesfehérvár legszebb részeihez kalauzolja el az óvodásokat. A gyereknaphoz kapcsolódó programot a gúlyalábosok indították útjára szombat délelőtt, majd bábelű adáson vehettek részt az érdeklődők. Az egész belváros egy óriási játszótérré változott erre a hétvégére, a tucatnyi állomáson más-más szakmákkal ismerkedhettek meg a gyerekek, de kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek, valamint a játékmúzeum jóvoltából a hét próba állomásait is teljesíthetik. Idén a nagymamának kell segítenie a kicsiknek. A hetet hét játékfesztivál vasárnap is várja a családokat. Az is zsongást hoznak a belvárosba, nagyon-nagyon aranyosak, kedvesek, és nagyon jó látni azt a sok mosolygós édesanyát, édesapát, nagymamát, nagypapát, akik pedig elkísérték. Hiányzott ez az elmúlt két esztendőből, de most újra a legkisebbek és Székesfehérvár belváros, és nagyon érdekes, mert éppen a versünnep döntőjéről jövök, ahol egy kicsit nagyobb, de még mindig nagyon fiatalok vannak. Itt a gyerekfesztivál, úgyhogy most igazán fiatalos a belváros.